Műsorunk támogatója a Közműalagút ZRT. A műsorunk és a szervizparkunk támogatója a Gépdepó webshop és szakkereskedés. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Április 17 és 18 között az első Tervolin Boldogkő rallival a Pannonkupáért kezdetét vette a Rally 1 bajnokság. A COVID-19 átírta az eredeti terveket, Nógrád helyett Borsodban vágott neki a mezőny az első futamnak. Ráadásul a megszokott Miskolci központ helyett Boldogkővárralja adott otthont a versenynek. Összesen 87 páros adta le a nevezését, az útvonalapon pedig a Viszló, Budvalenke, a Meszes Rakaca és a Kányi Elág Hernád Bécsa gyorsaságét szerepelnek három körben. Három szakasz után a horvát rallira készülő Nikolaj Grazin vezetett 1,8 másodperccel megelőzve a TRT színeiben idén öt magyar bajnoki rajthozálló Mats Ostberget. A harmadik pozícióban Ján Kopecki tanyázott, míg a legjobb magyar páros a hadik kertész duó volt 42 gyorsasági kilométer megtétele után. Állítgattunk mindegyik gyorsság előtt egy kicsit az autón, és megpróbáltunk egyre gyorsabban menni. Ez úgy gondolom, hogy helyek közel sikerült. Igen, majd következő körre meg kéne próbálni még egy kicsit gyorsulni. Remélem, hogy sikerülni fog. Nézegettük, talán a második körre nem fog esni. Nap végére lehet, hogy megérkezik. Már mindig nézzük a radart, és megpróbálunk mindig a legjobbunkba kimenni a szervizparkba. Én úgy gondolom, hogy annyira nem defekt veszélyesek ezek a gyorságik. Én nem is tudom, szerintem nem is kapott senki defektet, vagyis én nem nagyon tudok róla. De inkább az van, hogy például a Rakaca is nagyon kavicsos, nagyon felhordásos helyenként. Mindig változik a tapadás, és inkább erre kell odafigyelni. Az első pályán a Turán Bagaméri Volkswagen trió repesztette a legjobb időt. De lassító érintésért begyűjtöttek 20 másodperc büntetést, így a kör végén csak hatodikak voltak az összetetben. Mi is csodálkoztunk rajta, próbáltunk egy jó erős kezdéssel indítani. Nagyon örültünk neki, hogy sikerült azt a gyorságit megnyernünk. Én azt gondolom, hogy azért a magyar pilóták rögtön letették a négyedikét az asztalra. Az abszolút tizedik pozíciónál előrébb várta volna magukat Bodolai László, de a fék probléma meggátolta abban, hogy a saját tempóját autózhassa az első körben. Tudnánk gyorsabban menni, csak már az első gyors közepétől visszajött a fék probléma, ami orrfűn is volt, most kicseréljük a féket. Remélem, hogy tudunk meg gyorsulni. Itt az utolsó már nagyon-nagyon kezelhetetlen volt, rendesen kétszer is rá kellett pumpálnom minden féktáv előtt. Úgyhogy így elég érdekes vele menni, mert nincs meg a bizadalom. Nekem az első az tetszik egyébként, a másik az tényleg nagyon dobálós, nagyon rossz minőségű. Nagyon észné kell lenni, úszkált a hátulja folyamatosan, nagyon poros a pálya. Ez az utolsó meg egy tök jó tempós, sokat legyünk beszabályzáson, de tudom élvezni, úgyhogy betalálunk ide-oda. Szerintem az első és a harmadikon fogunk jelentősen gyorsulni. Általában lassan kezdek, és óriási hibát követtem el a hosszú gyors előtt, mert nem melegítettem meg kellőképp az abroncsokat, így nagyon sokat csúszkáltunk a harmadik szakaszon, mondta Osváth Péter. Már lehetett élvezni, tehát ez nagyon jó rally is volt. A másik az olyan erőltetett volt, az első kör az olyan nyögvenyelős volt. Ez a második kör, ez azt mondom, hogy ez már úgy élvezhető volt. Időben nem volt annyira jó, de legalább nagyjából a helyünkre kerültünk egy másik 9. kör. Tehát már beleugrottunk a 10-be, amit szerettünk volna, vagyis hát ami az alap kiindulási pont. Most egy kicsit ugye megint kaszkiás lesz a helyzet, mert ki tudja, hogy milyen a... hogy esni fog, vagy sem, vagy hogy mi lesz, vagy hogy lesz. A Kovács-Istovics duó a második gyorson egy balosban lecsúszott az útról. Bár tudták folytatni a futamot, közel 15 percet veszítettek, mire kiszabadultak az árok fogságából. Sajnos ezen a messzesi gyorson egy ilyen sima balból bal négyes kombinációban talán egy picit elmértük a féktávot, meg elég zizis volt a fékút, ráfordított Anti erre a balosra, de még belül ilyen víz is volt, azon, hogy megcsúszott, akkor már rövid volt az idő, hogy visszakeverje egybe, úgyhogy álltunk a gázon, de igazából nem nagyon húzta ki.
tulajdonképpen így lecsúsztunk így az erdő szélére egy ilyen jó rézsűbe. Hát ott megtámaszkodott egy fán, egy picit összehorpogatta ezt, azt nem is ez volt a baj, hanem az, hogy voltak ott ilyen medvehagyma szedő fiúk egy 20-30-an, és akkor ők nagyon lelkesen nekiálltak, hogy akkor kiszedik. Hát nem sok esélyt látunk, de végülis 10 perc alatt kirángatták. Aztán volt ott minden jobbra szed, az egy, nekem azt üvöltözték jobbra, a másik bal, előre vigyük, hátra vigyük. Úgyhogy egy ilyen kabaré volt az egész, hát 10 percet ott töltöttünk. Most nyilván mondanám, addig nagyon jó ritmusban mentünk ezen a gyorson, meg szeretjük is. Hát így egy picit most azért elmentek az esélyek, tehát így ezen a hármas gyorsan körülbelül ennek a tudatába is jöttünk át, hogy azt gondolom, szerintem az utolsó helyen vagyunk. Hoffer Zsolt a historikus Opel Kadettet egy teljesen új Rally 3-as Ford Fiesta-ra cserélte 2021-ben, ami egy igen különleges dizájnt kapott a közlekedés biztonsági programnak köszönhetően. Tavaly, meg a tavaly előtti évben egy historikus próbálkozásaink voltak. Én azt gondolom egyébként nem volt rossz, de nem hozta azt, amit vártunk. Viszont ugye a közlekedés biztonsági programunkkal kapcsolatos eredmények alapján sikerült tovább lépnünk, és bár ugye most a pandémia miatt nem tartottunk így közlekedés biztonsági parkot, de igazándiból csapatunk nagyon irányba vett, és nagyon célba vett ezt, hogy közlekedés biztonságaért az autósporton keresztül még többet szeretne tenni. És igazándiból a mögöttem álló Rally 3-as Ford Fiesta az ennek a csábítására működik. Igazándiból azért is dolgoztunk ezen, hogy akik meglátogatják a parkunkat, lássanak egy ilyen autót, és ezért is próbáltunk egy kicsit talán egyedibb dekort választani az autónak. Bízunk benne, hogy ez egy hosszabb projekt. Szeretnénk, hogy a maga programunk lefusson, egy 3 évet vettünk mi célban. Így van, ennek a programnak a része az, hogy tulajdonképpen egy olyan fiatalnak kellett mellém ülnie, aki a Kressz szabályokat nem régen tanulta, alkalmazza, össze tudjuk hasonlítani a szabályokat, véleménye van a dolgokról, de ugyanakkor már közlekedik, és Kristóf egy ilyen személy. Sokan ismerhetik őt, hiszen az e-sportokban, ugye a pandémia alatt elterjedt különböző online rally versenyeken a Kristóf az élmezőnyben autózott, és nagyon sok verseny megnyert. Így az elmúlt évben még igen jó barátok lettünk, és jól megértjük egymást, még egy kis szakadék is van a korosztályban köztünk, de jól megértjük egymást, ezért esett rá a választás, és 2 hónapos jogosítványa van lassan most már a Kristófnak, aktívan vezet természetesen, van véleménye, tapasztalata, és ezeket szeretnénk felhasználni és átadni partnereik vonatkozásában, hiszen mind a Fordnak, mind egyéb partnereinknek közlekedés biztonsággal kapcsolatos célja és tervei vannak, és ebben mi szeretnénk aktív szerepet vállalni. Az OFC-ben a visszatérő Kazár Miklós kezdett a legjobban, de a háromszoros abszolút bajnok tündöklése csak a második szakaszig tartott, ahol leesett az útról. Gyarmati Ariel maga biztosan 24 másodperc előnnyel vezetett úgy, hogy a 2-es és a 3-as gyorsaságit is a siófoki Mitsubishi teljesítette a legjobb idővel. Minden rendben volt az első körben, ugye 3 gyorsasági szakaszt teljesítettünk. Az elsőn egy ilyen óvatos tempót mentünk, nem azt mondom, hogy lassú, de így felmértük igazából azt, hogy viselkedik az autó, többiek hogy mennek. Ott 6 tizedet kaptunk a Bacsatomitól, a Kazártól kicsit többet. Nem volt gond. Rakacán ugye Kazármikéig beestek elég csúnyán, úgyhogy ott meg kellett állnunk. Hát én nem tudom mennyit, de szerintem egy 10 másodperc biztos volt, amit ott eltöltöttünk, mire észrevettem a tükörből őket, hogy rendben vannak, ott sétáltak, úgyhogy ott nagyon sokat bespázoltunk, de hát majd azt jóvá írják, remélem, a versenyirodán. A harmadik gyorson a hosszon ott nem volt problémánk, ott viszonylag jól át tudtunk jönni, azt hiszem, hogy a 11. időt öttünk abszolútba, ugye az ORC-t azt nyertük, úgyhogy eddig minden rendben van, vezetünk, remélem, hogy meg tudjuk tartani, az biztos, hogy a Bacsatomi nagyon fog sietni, tehát nem lesz lehetőség arra, hogy kényelmesebben autózzunk, úgyhogy rákattanunk a gázra. Megyünk, remélem, hogy nem lesz gond, illetve hát most ugye az időjárás még, ami nagyon meg tud tréfálni minket, hiszen folyamatosan változik, hogy hány órára mond esőt, és 50%-ot, tehát ez a klasszikus, vagy esik, vagy nem. A Bacsa Hanyik 2-s biztonságos tempóban kezdett, de Kányon a pálya közepén az osztómű tönkrement a sárga Mitsubishiben, így közel fél percet veszítettek Gyarmatiékkal szemben. Igazából a technikai hiba osztómű, tehát ez... Fiúk szerintem hamarosan megoldják, megyünk tovább, megpróbáljuk, még a többi gyorsot is abszolválni. Volt ezt előre, megbeszéltük, hogy az első körben azért ugye finoman letapogatósan, nem ész nélkül nekivágni, meg nem tudtuk, hogy mennyire lesz így a rally egy mezőnye után felhordásosak a pályák,
Szerencse, hogy ezt a taktikát választottuk, mert voltak azért olyan helyek, ami nagyon koszos volt, és ha túlvállaltuk volna, akkor abból lehetett volna probléma. A második körben a két WRC 2-es pilóta jelentősen emelni tudott a tempón a magyar versenyzőkhöz képest. Mindhárom szakaszon Nikolaj Grazin volt a leggyorsabb, és csak azért vezetett 1,2 másodperccel Ostberg előtt, mert Viszlón megérintett egy lassítót, így ő is automatikusan megkapta a 10 másodperc büntetést. The end of the second lap is quite good. Only first stage I have some A második kör rendben volt. Az első gyorson nem voltam megelégedve a sebességemmel, ott nagyon közel voltunk egymáshoz a többiekkel, nem is értettem, hogy miért. A második és a harmadik szakasz sokkal dobálósabb, mint az első, azok nagyon is tetszettek. Az utolsó körre a változó időjárás miatt a legfontosabb, hogy a megfelelő abroncsokat válasszuk majd. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Műsorunk támogatója a Közműalagút ZRT. A műsorunk és a szervizparkunk támogatója a Gépdepó webshop és szakkereskedés. A külföldi versenyzők mögött továbbra is hadikék voltak a harmadikok összetettben, míg a negyedik pozíciót a csomós Nagy Dó őrizte a verseny kétharmadánál. Igen, ennek mi is örülünk, főleg a második körnek. Azt tudni kell, ugye a múlt hetünk, meg az előző két-három hetünk, vagy a hónapunk az elég sűrű volt. Volt egy kis problémánk, ami szerint még szerdán vagy csütörtökön dőlt el, hogy tudunk egyáltalán indulni a versenyen. Úgyhogy abszolút 0 kilométerre, etapon, amit tudtam, legalább kettőt fékeztem. Picit elbizonytalanodtam tegnap, hogy talán puha gumival kell kimenni az első körben, pedig próbáltak lebeszélni, még Janika is azt mondta, hogy tegyek fel közepest, mert fog tudni melegíteni. Kimentünk puhával, hát az első kör az katasztrófa volt, olyan szempontból, hogy sok helyen elnyúlt már a végén. Alapból a puhábbal sokkal jobban mozgott az autó, nem tetszett, úgyhogy az első kört ezt elég elcsesztük. A hetedik hely rendben van így elsőre, mondta Klaus Kristóf, akinek még rengeteget kell tanulnia a Rally 2-es Skoda Fabiáról. A Peugeot kupát és ezzel együtt a két VD értékelését is vezette a hangvadi Bunkóczi Duó. Én drága jó anyám azt mondta mindig, hogy a este számlálják a ludakat. Mondjuk inkább azt, hogy vannak részsikerek. Tényleg azt gondolom, hogy én, ha most ezt itt lehet fixálni, rögtön haza is megyek. Ezzel a kocsival, meg mi ezzel a párossal egy abszolút 18. időt jöttünk most a utolsó gyorsan. Szerintem ez túl jó. Az utolsó körre kipróbálunk egy új beállítást, mondta a kupában második, Trencsényi Mince. Egész jót tudtunk tesztelni, és sikeresen zártunk kétnapos tesztet Pécsen, viszont ott ugye ilyen Monte Carlos havas körülmények között, aztán sikerült jobb állítást találni oda, viszont ugyanúgy kezdtük meg a reggeli első gyorsot. Bennem is azok a féktávok, kanyarsebességek voltak még bent, vagy az olyan körülmények között, amiatt ott maradt bent egész sok. Illetve nagyon puha volt az autó ezekhez a viszonyokhoz, pattogtunk le az útról. Most a második körben ezt sikerült kisimítani, már sokkal jobb. Igazából folyton gyorsulunk, amennyit kapunk a Pendegúztól, az igazából így fejbe össze tudom rakni, hogy mik azok a pici hibák, amiből ez összejön, ebből próbálok építkezni. A 208 kupa harmadik helye kifejezetten jól mutatott Vogel Adrián neve mellett. Tehát, hogy nem akkora a lemaradás van most itt tőlem, most járok itt először ezeken a pályákon új autóval. Nagyon-nagyon sok mindenben különbözik, mint a Ford. Így az érzéseket így picit nehezebben kapom meg tőle, de most már tényleg egyre jobban szokom meg, és egyre több a bizalmam, és tényleg vannak olyan szituációk, amik már ilyen elég meleg szituációk, de mégis tök jól megoldjuk, úgyhogy kezdem nagyon jól érezni magam. Esküvői tanú volt, ezért kénytelen volt kihagyni az orfői historik futamot Zsíros Imre. De amikor meglátta a boldogkő kiírását, és látta, hogy a messzesi szakasz is benne van a programban, nem volt számára kérdés, hogy a messzes becenévre hallgató navigátorával Mészáros Sándorral rajta vált utolsóban. Messzesen megyünk, és mivel messzesen megyünk, hazahoztam a kis csávot, mert úgy tett messzesnek. Az a beceneve, hogy messzes. Gyere már ide! És mivel saját falujában megyünk, nem itt lakik, mert ugye van egy pár kisebbség, és messzesen
volt a kiírás, hogy messzes, innentől kezdve mondom, akkor Zsanyi, akkor egyértelmű, megyünk messzesen. Semmi problémánk nem volt, egy kicsit megcsúsztunk, de semmiféle rumli nincsen. Nagyon jó, megyünk idáig, meg vagyok elégedve magunkkal. Nagyon melós nekünk, mert nincs a szervó a kocsinkba, mert ugye homológ az autó, és az nekem nagyon melós volt. Fú, na, mire leértem az aljára, úgy elzsibbott minden nem tudom mi. Tehát ott kitekertem magamból mindent, amit csak lehetett. Ha itt most eső lesz, nagyon érdekes lesz ezeken a szliggumikkal, ezeken a pályákon, úgyhogy nem tudom megjósolni, hogy mi lesz, de bízom benne, hogy megusszuk. Most azt szeretném, hogy ő is, meg én is érezzük jól magunkat. Ha jól érezzük, és még jön hozzá egy kis idő is, akkor tök jó az egész. A harmadik kör még bőven tartogatott váratlan fordulatokat, ráadásul az utolsó szakaszra a sokak által várt eső is megérkezett. A 7.-8. szakaszon Ostberg autózta a legjobb időt, de a 9. szakaszon defektet kapott, így az elsőről az 5. helyre csúszott vissza az összetettben. Yes, I am very disappointed, but okay, it's not so much. Igen, nagyon csalódott vagyok, de ebben a helyzetben nem tudok mit tenni. Ez része a tanulási folyamatnak. Próbáljuk ezt is felhasználni a későbbiekben. Az újabb roncsok jól működtek, de ez történt. Az utolsó gyorsasági legelején defektet kaptunk, ezért megálltunk és kicseréltük. A boldogkő rallit Nikolaj Grazin nyerte meg, de az orosz pilótát nem értékelték a magyar mezőnyben, mert a világbajnokságon használt, azaz itthon nem regisztrált abroncsokat használt a versenyen. After stage number 8, I was not expecting this result. A 8. szakasz után nem gondoltam volna, hogy meg lesz ez az eredmény. Büntetést kaptam azért, mert megérintettem a lassítót, ami igencsak meglepett. Magyarországon ez a szabály a kerékkel, nem is értem hozzá a lassítóhoz, a lökhárítóval pedig nagyon könnyű hozzáérni. 10 másodperc büntetés, majd a 8-ason defektet kaptunk, így azt gondoltuk, hogy a második helyen befejezzük a versenyt, de aztán láttam, hogy az utolsón Ostberg kereket cserél, így próbáltam biztonsági módban vezetni, de még így is elrontottam egy lassítót, mert annyira csúszósak voltak a körülmények. Viszont mindezekkel együtt is sikerült megszereznünk az első helyet. A győzelemért járó 25 pont így Hadik Andrásra és Kertész Krisztiánra szállt, akik a legkiegyensúlyozottabban teljesítettek a magyar pilóták közül. Szerencsénk volt, de hát ugye az élethez is kell egy kis szerencse. A rallihoz meg egy kicsivel még attól is több, úgyhogy szerencsénk volt, mert gyakorlatilag nem vezettük mi ezt a versenyt, meg nem is volt arra esélyünk, hogy megnyerjük. Ugye VB-s pilóták mentek itt az elejébe, akik egyébként nagyon gyorsan versenyeznek, és amikor elkezdett esni az eső, akkor lehetett ezt látni, hogy nem nagyon remeg meg a lábuk egy kis csúszós felülettől, úgyhogy ott még jobban lemaradtunk tőlük, de alapvetően ezt a harmadik helyet ezt tartottuk egész nap. Magyarok között gyakorlatilag mi voltunk az elsők. Hát sajnos az Ostbergnek az utolsó gyorsági nem volt szerencséje, kapott egy defektet, és gyakorlatilag az örünkbe hullott az első hely, aminek alapvetően nagyon örülünk, mert így legalább maximális ponttal várjuk a következő versenyt. Turán Frigyes nyert szakaszt az első körben, járt az árok partján a másodikban, végül pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel navigátorával, Bagamúri Lászlóval. A Volkswagenes páros ellen még a verseny közben óvást nyújtottak be Velencei Ádámék, mert szerintük Turánék az első körben a magyar bajnokságon nem regisztrált abroncsokat tettek fel az R5-ös pólóra. A felügyelő testület döntése értelmében a helyezést megtarthatták, de bajnoki pontjait elvesztették a Turán Motorsport SL versenyzői. A páros fellebbezett a döntés ellen. Pályafutása eddigi legelőkelőbb eredményét érte el a magyar bajnokságban Csomós Miklós és Nagy Attila. Igen, a középső körben azt gondolom, hogy ott tényleg siettünk. Ott, ha megnézzük azt a 3 gyorsaságot, ott szerintem jól helyt is álltunk. Gyakorlatilag az első körben, mint mondtam, ott elgumiztam magam, meg mint most látod, slickkel vagyunk, most sem túl ideális a vizen. Csúszkáltunk, voltak nehéz szituációk, de megoldottuk. Nyilván, amikor láttuk az árnyékat bent, akkor azért átértékeltük megint, hogy jó lenne épségben hazavinni a kocsit, és nem hétfőn szétszedéssel és korra rendeléssel kezdeni. Úgyhogy visszavettünk, amikor lejöttük, láttuk, hogy az Ostberg is ugye defektet kapott, most nem tudom, mi van az orosszal, de az a lényeg, hogy 3., 4., 5. helyen valahol vagyunk. Nekünk ebből a költségvetésből, illetve ezzel a dologgal, amit ugye tud mindenki, hogy szerdán csütörtökön még hogy álltam, szerintem kihoztuk a maximumot. Bodolai László a fék probléma ellenére is behozta az MK2-es Ford Fiestát az abszolút 9. pozícióba,
ami még sokat érhet a miskolci pilóta számára az évvégi elszámoláskor. De így nagyon-nagyon nehéz volt már menni ebbe az utolsó körbe, és még az idő is nehezítette, bár igazából vizes gumin voltunk, mi is kint, azzal nem lett volna gond, de nem kockáztattunk, mert nem volt értelme. Lejöttünk egy 9. helyre, ebben most ennyi volt. De azt gondolom, hogy az első körbe, amikor még valamennyire működött a fékünk, azért tudtunk 7. időket is jönni szárazon, úgyhogy már akkor is problémáink voltak, amik jelentősen visszavetettek, úgyhogy szerintem ilyen 5.-6. hely környékére be tudunk jönni, hogyha nem okoz semmi, nem lesz semmi hátráltató tényezünk. A top 10 jó eredménynek mondható Osvárd Péter számára. Biztonsági tartalék volt, úgy gondolom. Hát szerintem ennek a körnek a két első gyorsára mehetett volna az a puhaszlik, és akkor ugye ami benne is van hátul, és akkor vissza kellett volna erre az utolsóra tenni a vizes gumit, és akkor lehet, hogy egy kicsi lehetett volna hozni az időn. A második szakaszon bemutatott árokjárás után az volt a cél, hogy újra felvegye a megfelelő versenytempót Kovács Antal. Az első két gyors az olyan érdekes volt, hogy nedves is volt, meg volt benne száraz is, és körülbelül olyan időket mentünk, mint akikkel hasonlókat szoktunk, tehát rosszabb se, meg jobb se volt a gumiválasztás. Itt az utolsó ugye azért eléggé ömlött az eső, úgyhogy itt egy, mit tudom én, mondjuk a mi versenytársainkhoz képest is egy 35-40-nel lassabban tudtunk jönni, és örültünk, hogy valahogy végigjöttünk rajta. De ugye ez a 10 perc hátrány, amit reggel összeszedtünk, ez már nem feszélyez. Tehát emiatt nem feszélyezett minket annyira ez az utolsó gyors. Én azt gondolom, hogy ami a napközbeni cél lett, hogy a lendületet visszaszerezzük, az sikerült. A Peugeot kupában és a két védi értékelésben is magabiztos győzelmet aratott Hangodi Bendegúz. Hangodiék mögött a Trencsényi Szegedi kettős végzett a második, míg a Vogel Nóteis egysége a harmadik pozícióban, a 208-as Rally 4-es Peugeot közt. UFC-ben hatalmas fölénnyel nyerte meg az első futamot a Bacsa Hanyik páros, miután gyarmatiék az 5. szakaszon műszaki hiba miatt kénytelenek voltak feladni a boldogkőrallit. Nehéz pályák voltak, és elég kaotikus körülmény alakult ki így a vége fele. Ezért csak megkaptuk azt az esőt, amiben bíztunk, hogy ki fog tartani. Vagyis nem lesz eső a verseny végére, de ez nem így alakult. Én úgy gondolom, hogy behoztuk épségben az autót hibamentesen. Legalábbis mi kalamaikát nem csináltunk a verseny hétvég alatt. Volt egy kis szervizelésünk az első kör után. Megcsinálták a fiúk, nagyon szépen köszönjük nekik. Nagyon precízen, riprapra összedobták az autót, és tudtunk tovább menni. Úgyhogy első helyen végeztünk, értékes pontokkal fejeztük be a versenyt, és várjuk a következő menetelt.